Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornámon! Ma kivételesen végre van egy kis időm, úgyhogy tudok mutatni nektek egy újabb sminket. Még nem tudom, hogy mit fogok pontosan csinálni, de azt tudom, hogy ebben a ruhában vannak ilyen kékes, narancssárgás részek, úgyhogy valami ilyesmi sminket szeretnék csinálni, még megy ehhez a ruhához. Úgyhogy kezdjünk is hozzá. Még semmit nem csináltam, szóval még csak nem is hidratáltam az arcomat, úgyhogy ezzel fogom kezdeni, de előtte még szeretném megmutatni nektek, hogy én mit szoktam mostanában használni a hajamon. Ugye most megint ki lett egy kicsit jobban szőkítve. Most egy jó ideig nem fogok fodrászhoz menni, mert megint nem olyan lett, amilyet akartam. Egy hónappal ezelőtt voltam a fodrásznál, akkor majdnem sírógörcsöt kaptam, olyan mellirakat rakott a hajam, amikor mondtam, hogy balayást szeretnék, ilyen ombrét. Erre belerakott ilyen csík mellirakat a hajamba. Hagyjuk. Most meg, ahogy voltam, látjátok, most se tökéletesen egyenletes a fedés, ráadásul nem átmenetes, hanem tiszta szőke lett az egész. És így nem értem az egészet, hogy ezt így miért csinálják. És ráadásul egy csomó helyen, hogyha látjátok, akkor nem fogta meg rendesen a festék a hajamat, hanem itt fönn megfogta, középen meg nem. És így, mint így hiéna úgy néz ki a hajam, és így... Most ezt így miért? Szóval nem értem, hogy miért nem lehet megcsinálni normálisan az ombrét. Amikor már több éve ez a trend, és mindegyik fodrász azt mondja, hogy rengetegen ilyen hajat kérnek, és hogy már ez a srác is, aki csinálta a hajam, azt mondta, hogy 10 éve, nem tudom, ilyen haj specialista, keresztelzi specialista, ehhez képest leégette a hajamat, mert konkrétan lemosta a festéket a hajamról, és így beletúrtam a hajamba, és így csomóba jött ki a hajam. És azt képzeljétek el, hogy ugye még kicsit rá is színezett, hogy ilyen ezüstösebb, hamvasabb legyen a hajam. És azt a színezőt, amikor rárak, tehát kérdeztem, hogy ez most így normális? És így belemarkolok a hajamba, így húzom rajta keresztül az ujjamat, és így fogtam, és ilyen csomókba ott volt a kezemben a hajam, és így néztem, hogy teljesen rugalmatlan lett ez a hajszál, ami leégett a hajamra, a hajam külső része végül is. Olyan volt, mint amikor a gumi már elkezd öregedni, és akkor elkezd porladni. Na, úgy nézett ki a hajam, és én mondtam, hogy úristen, ez mennyire nagyos, és hogy mutassam meg a fésűt, hogy néz ki, tiszta haj volt a fésű. Még az a szerencse, hogy viszonylag sok hajam van, szóval nem annyira látszik meg akár, de basszus 5,5 órát voltam ott, egy valak pénzt ott hagytam, és ez lett a hajamból. Majd mutatok nektek itt egy képet, hogy mit mutattam, hogy mit kérek, és hogy mi lett belőle. Hát, köszönjük szépen! Szóval nem hiszem el, hogy nincs egy olyan fodrász, aki meg tudná csinálni szépen azt az átmenetet a hajba. És akkor azt mondta, hogy hát lehet, hogy az előző mellirakra, amire ráment, azt kicsit jobban megégette. Hát nem kicsit jobban megégette, hanem így konkrétan ilyen csimbókokba jött ki a hajam. Mindegy, igazából ez sem rossz, vagy hogy nem rossz, igazából tetszik, meg hogy jó, de nem ilyet akartam, szóval így mi van? Úgyhogy emiatt még mindig nagyon mérges vagyok, meg az, hogy inkább tehetetlen vagy, hogy így soha senki nem fogja akkor normálisan megcsinálni a hajamat, hogy nincs egy normális fodrász se, aki tud jól a hajat festeni, szóval a hajvágásról már ne is beszéljünk, mert ugyanolyan maradt a hajam, mint volt, egy kicsit még ő is belevágott a végébe, úgyhogy... Szóval ezek után körülbelül az egész tubus swellt elhasználtam, amit igazából csak ez ilyen hajregeneráló szérum, amit igazából én úgy szoktam használni, hogy megszárítom a hajamat, vagy ilyen száraz hajam, hogyha ilyen iszonyatosan száll a hajam, akkor fogom a két tenyerem között eldolgozom ezt a zselés szérumot, és akkor azt így felviszem a hajamra, csak így belemasszírozom így a kezemmel. Azt vettem észre, hogy ez tök jó hatással van a hajamra, hogy nem is annyira száll, és hogy kicsit hidratáltam is, úgyhogy ezt már teljesen el is használtam, úgyhogy majd találkozhattok ezzel a termékkel az elhasznált termékes videómban. Na de hogy kezdjünk akkor hozzá most már tényleg a sminkhez, akkor megmutatom nektek, hogy én ezt szoktam mostanában használni, ezt a bio levendula virágvizet. Ezt, hogyha bármikor csak így eszembe jut, akkor fújok egy keveset belőle az arcomra, mert egyébként nagyon jó hatású a levendula a bőrre. Nyugtató hatású is. Hidratális és természetes anyag, úgyhogy tök jó.
Ezt egyébként a Euro Family üzletben meg tudjátok venni. És akkor amit én még szoktam csinálni, főleg úgy, hogy ma érzem, hogy kicsit nedvességre van szüksége a bőrömnek, egy kicsit hidratálnom kell jobban, mint ahogy egyébként szoktam. Most fel fogom venni ezt a hyaluron sav szérumot is, amiről már beszéltem nektek, hogy nagyon szeretem, és az előző Look Fantastic dobozban kaptam. És elvileg ugye ennek az lenne a lényege, hogy vagy reggel, vagy este, vagy reggel és este kéne felvinni. De most úgy gondoltam, hogy a smink alá is teljesen jó lesz. Szóval felviszem a bőrömre, belemasszírozom, és utána még majd valamilyen hidratáló krémmel is bekerem az arcomat. Ugye ennek az a lényege, hogy a tiszta arcra felvidd a szérumot, belemasszírozd a bőrbe, és utána krémmel is be kell kerni az arcot, és akkor elvileg az jobban segít ennek a hialuronsavnak, jobban be tud szívódni így a bőrbe. Amit szoktam mostanában használni, ez szintén a Look Fantastic dobozban kapott C-vitaminos arckrém, illetve előtte, amit használtam, és ezt is már majdnem teljesen elhasználtam, ez a revitalizáló krém, amit szintén a Look Fantastic dobozban kaptam. Ezért jó egyébként a Look Fantastic, mert egy csomó ilyen termékkel ellát, és mire elfogy az egyik arckrém, utána már jön a másik, amit ki lehet próbálni, és számomra általában szinte mindig jók ezek a krémek. Úgyhogy én nagyon meg vagyok vele elégedve. Na szóval, ezeket a krémeket szoktam használni, de ezt az új, szintén Look Fantastic dobozból kapott hialuronsavas, elvileg 8 órán át tartó krém. Ez az, amit még nem próbáltam ki, úgyhogy ma ezt ki is próbálom, mert látjátok, még rajta van ez a védőke is. Szóval erre leszek kíváncsi, ez igazából elvileg csak ugyanolyan sima hidratáló vagy revitalizáló bőr feszesítő arckrém. Szóval nem maszk, meg semmi ilyesmi, csak hogy elvileg ennek tovább tart a hatása, mert hogy 8 órán át hidratálja elvileg a bőrt folyamatosan. Ahogy látom, ez egy kicsit inkább ilyen folyékonyabb formula, szóval nem annyira nagyon sűrű, elég könnyednek tűnik. Közben gyorsan ezt az EOS szájbalzsamot feldobom a számra, és egyébként, ahogy mondtam nektek, hogy szerintem még ettől függetlenül, hogy mostanában ezt szoktam használni, meg mindig azt mondom nektek, hogy felesleges megvenni ezt 2000 forintért, inkább vegyétek meg a patikában kapható szőlőzsírt. Ugyanolyan jó hatású, szerintem ráadásul abban még kevesebb kemikália is van, de ahhoz képest, hogy én inkább negatívan álltam ehhez a szájbalzsamhoz, ahhoz képest igazából pozitív csalódás ért, mert én egy csomó olyan rossz véleményezést láttam már róla online, hogy valakinek nagyon durán kiszárította a száját, szóval, hogy azért voltak ilyen elég csúnya képek is online. Szóval még gyorsan ezt a Revlon szemprimert felviszem a szemhéjaimra. Ezt a hialuronsavas szérumot, ezt szinte minden este szoktam használni, és egyébként szerintem nagyon jó. Én észrevettem a hatását. Például itt már nem nagyon szokott kiszáradni úgy a bőröm, mint régebben, illetve sokkal puhább és feszesebb is a bőröm, bármennyire is hülye hangzik, meg sokkal ragyogóbb is lett a bőröm, és érzem, hogy nem csak így ráül valami a bőrömre, és attól ragyogó, hanem érzem, hogy így táplálja is a bőrömet, úgyhogy nekem ez nagyon bejött, és egyébként megnéztem online, és ez az The Ordinary márka, ez a bőrápolásra szakosodott, vagy hát arra specializálódott, és van egy-kettő alapozójuk is, azt hiszem, és talán púderjük, de leginkább az ilyen krémek meg szérumokra specializálódtak, és szerintem érdemes megnéznetek, hogyha titeket érdekel, vagy szeretnétek ilyen megfizethető bőrápolási szereket beszerezni. Most pedig nagyon régóta használtam ezt a sminkes palettámat, amit én állítottam össze még a Morphe Z palettában, szóval ebből ezt a világos színt fogom felvinni, és ezzel végül is csak fixálom a primert. Szóval a lookfantastic.com-on is be lehet szerezni ezt a The Ordinary-t, vagy a theordinary.com-on. Eddig nekem ez a hialuronsavas szérum, ez teljesen jól bevált, úgyhogy nekem mondjuk ezt tetszik, hogy ez alapján tudom csak azt mondani, hogy ez jó, de nem tudom, hogy a többi termékük milyen. Gondolkodtam rajta, hogy esetleg megnézem majd, vagy hogy rendelek, és akkor kipróbálom. Csak igazából annyi ilyen szépségápolási termékem van a Look Fantastic doboz miatt, hogy végül is így teljesen felesleges lenne számomra, mert így is van olyan, amit nem tudok felhasználni. Most is igazából van 3 arckrémem, és nem tudom ezeket egyszerre használni, vagy nem tudom még elhasználni se ezt az összes krémet, amit kapok a Look Fantasticban, szóval
így igazából én nem nagyon szeretnék majd venni ilyen termékeket, de ezt a hialuronsavas szérumot, ezt szerintem majd, hogyha elfogy, akkor biztos, hogy fogok belőle venni, mert nagyon tetszik, szerintem nagyon jó. Szóval akkor utána ezt a narancsárga árnyalatot viszem föl, kicsit közelebb most már a szemhéjamhoz. Szóval már szinte teljes értékű szegedi lakosok vagyunk, nagyon jól érezzük magunkat, de hát saját nemben beszélek, hogy nagyon jól érzem magam itt egyébként. Tök jó fesztiválok vannak, meglepően sok program van, ilyen szabadtéri program. Például volt ilyen borfesztivál is, amin rengetegen voltak, bár nem tudom, hogy mennyire nézitek a híradót, vagy ilyesmi, de hogy nekem még anyuik is mondták, hogy látták még a híradóban is, hogy több 10 000 ember, vagy nem tudom hány ember fordult meg itt Szegeden, a szegedi borfesztivál, bornapok, vagy nem tudom mi volt a neve, és iszonyat jó volt, rengeteg borász jött ide bemutatni ugye a saját borokkal, akkor volt egy csomó fellépő, és szerintem viszonylag színvonalasak voltak. Szóval az egyik városi híd le volt zárva, és akkor ott még volt egy ilyen vásár is, és iszonyat jó volt. Rengeteg ember volt, jók voltak a borok, jók voltak az ételek, úgyhogy iszonyat jó itt lenni, vagy hát én nagyon élvezem. Júliusban lesz az Exit Fesztivál, ami iszonyat jó. Még nem is tudtam, hogy ilyen van egyáltalán. Ezért megérte elmenni a fodrászhoz, mert ott a srác mondta, hogy ők ide az Exit Fesztiválra szoktak járni. Mondom, na akkor jól megnézem, mert hogy idén nem nagyon láttam, hogy Sopronon kívül valahova menne Kalkbrenner. Én meg Kalkbrenner fan vagyok, úgyhogy mondom, na akkor jól megnézem, hogyha ezen a fesztiválon van Kalkbrenner, akkor megyünk. Természetesen első nap van Kalkbrenner, úgyhogy meg IMDDB, nem tudom, hogy ismeritek-e ezt az ének, vagy hát inkább rapper, azt hiszem angol, vagy hát brit rapper, Choicy, iszonyat jó zenéket tol, teljesen rá vagyok kattanva, úgyhogy láttam, hogy ő is jön, na, mondom, akkor mi is megyünk, és ráadásul iszonyat olcsók a jegyek, vagy hát így nem drága, vagy hát főleg a Szigethez, meg a Soundhoz képest igazából sokkal olcsóbb. Úgyhogy elmegyünk fesztiválozni, végigmegyünk, 4 napig lesz, azt hiszem július 4-től 7-ig, Szerbiában lesz, Novi Sadban. És én meg életemben nem voltam ott, szóval ez is tök jó, hogy új helyekre megyünk. Ráadásul egy erődben lesz a fesztivál. Ez iszonyat menő szerintem. Én még ilyenről nem is hallottam, hogy ilyen van. Egy ilyen régi erődben engedik, hogy megrendezzék a fesztivált. Halál jó. Következő szín, ez a még sötétebb narancssárga lesz, ez pedig most már az Urban Decay-nek a Born to Run palettájában. Szóval ez szerintem valami hihetetlen jó, hogy nagyon szép is egyébként a hely, ahol meg lesz rendezve, illetve láttam a bemutatkozó videóját is, meg zenészekkel is. Volt ilyen interjúsorozat, vagy nem is tudom micsoda, és akkor ott meséltek Exit Fesztiválon fellépő együttesek, hogy milyen élményük volt, és mindenki azt mondta, hogy az Európa legjobb fesztiválja, és hogy mennyire jó a tömeg, mennyire szép a hely, ilyen élményük meg soha nem is volt. Úgyhogy biztos, hogy megyünk. Ez szerintem nagyon rá, ráadásul tök rég voltam már így fesztiválozni, mert azt beszéltük, hogy akkor sátrazunk, meg mit tudom, ilyesmi. Már nagyon rég nem sátraztam egyébként fesztiválon. Mert tavaly egyébként, amikor voltunk nagynénémmel, szerintem talán strandfesztiválon, akkor azt csináltuk, hogy Zamárdiban volt a koncert, és akkor nem akartunk ott Zamárdiban sátrazni, mert iszonyat por van ott, meg hát érdekes, nem, de megbeszéltük, hogy akkor átmegyünk Boglára, és akkor a szabad strandon aludtunk este sátorra, szóval végülis nem a fesztiválon, de sátraztunk. Az is nagyon jó élmény volt. Próbáljuk ki, lehet, hogy iszonyatosan rossz lesz, és elrontja az egészet. Azt fogom csinálni, hogy ezt a világosabb kéket, ezt felviszem a szemhéj zukhoz közel. Úgyhogy erre nagyon kíváncsi leszek, hogy fog kinézni. Lehet, hogy 2 másodperc múlva megbánom az egészet, de nem baj, próbáljuk. Ráadásul a barátom még soha nem fesztiválozott, vagy hát nem igen, soha nem is fesztiválozott, meg nem is sátrazott. Nagyon kíváncsi leszek, hogy fog neki tetszeni. És olyan szép egyébként ez a város is, hogy szerintem már azért megéri elmenni. Nyáron nagyon nem volt semmi húha megbeszélve, majd igazából ahogy esik, úgy puffan. Nem nagyon szoktuk így előre tervezni a dolgokat, hogy őszinte legyek. Nem rossz végül is. Kipróbálom, még szerintem talán ezen azzal lehetne dobni egyet, hogy ha emlékeztek még erre, ez volt a kedvenc highlighterem. Most is nagyon szeretem egyébként.
Szóval ebből a legvilágosabb színt, azt megfogom, csak simán így az új begyemmel felviszem a szemhéjam közepére. Ó, aha, jó, ez jó lesz. Nekem tetszik. Meglepő, mert általában mondjuk úgy csinálnám, hogy itt kívül sötét, és akkor belül egyre világosabb, de így is érdekes. A narancssárgából, ebből, amit utoljára használtam, ebből viszek fel még ide kívülre. Ti egyébként mentek valamelyre nyáron, vagy már tervezitek-e ezt a nyaralást? Még azon gondolkodtam, vagy hát beszéltük, hogy Balatonra mindenképpen le akarunk menni megint, mert az a Kálimedence az valami csoda, szóval én mondjuk valamelyre arrafele tendálnék, csak most valami új helyre mennék. Nézzünk körbe, ahol még nem jártunk igazából. Most egy pár éve, ahogy mondtam már nektek, hogy erre vagyunk így rákattamva így a nagynénemmel meg anyuval, hogy olyan helyeket fedezzünk fel Magyarországon, ahol még nem jártunk. Megpróbálok valahol még ott az északi parton, nem tudom. Én például még Füreden voltam már, meg sétáltam már Füreden, meg ilyesmi, de hogy ott még nem szálltam meg, és nem tudom, hogy voltatok-e az elmúlt pár évben Füreden, de gyönyörűen megcsinálták a sétálóutcát, meg szépen felújították. Szerintem oda érdemes lenne ellátogatni. Hogy nektek van valami ötletetek? Ti az északi parton szoktatok lenni, vagy inkább a délin? Hogyha az északin, akkor ti merre fele szoktatok menni? Melyik részekkel szoktatok lenni, vagy mit érdemes megnézni szerintetek? Ezt szívesen venném a tanácsokat, hogyha nektek van. A következőnek pedig arra gondoltam, hogy felviszem ezt a barna árnyalatot nagyon-nagyon közel a szempilláimhoz. És most már befejezem az arcsminket, és majd utána fogom befejezni a szemsminket. Jöhet ez a kik... Egyébként nem hiszitek el, de valamiért nem hoztam magammal... Én nem is tudom, hogy hol vannak igazából ezek a kis sminkes szivacsaim. Egyszerűen nem tudom, hova raktam őket, szóval azok a Morphe sminkes szivacsom sincs meg, illetve a Real Techniques sem. Én nem tudom, hogy hova kavartam őket, de most megpróbálom így felvinni. Először kezdődöztem, hogy valamilyen ecsettel az alapozót, végzek a videóval, akkor majd rendelek pár újat, mert hát nem tudom, hogy... És ez nem igaz? Most fogyott ki ez a Kiko alapozó. Nem lehet igaz. Nem lehet igaz? Nem baj, van másik. Úristen, nem hiszitek el, van belőle egy másik, de nem itt. Otthon hagytam a másik... Semmi baj. Van akkor a másik felén az arcomnak, pedig a Maybelline Fit Me-t fogom felvenni. Eddig nagyon jó ez a videó. Legalább megnézhetjük, hogy mennyivel másabb a tónus. Hát igazából nem olyan vészes az alapszíne, nem annyiban különbözik, hogy most az baj legyen. Egyébként, hogyha itt Szegeden vagy a Szeged környéken jártok, akkor érdemes elmenni szerintem a Hódmezővásárhelyre. Ma is például oda fogunk menni. Hódmezővásárhelyen vannak a szőke cukrászdák. Szerintem nagyon szépen megcsinálták a cukrászdákat, és nagyon finomak a sütik is. Én nem tudom, valamelyik nap elmentünk, hogy eszünk sütit, és kettő cukrászdából, vagy most egy cukrászdából kifordultam, hogy itt biztos nem akarok enni, és aztán bementünk egy cukrászdába, ott meg annyira rossz volt a süti, hogy én például meg se bírtam enni, barátom megette, mert igazából minden sütit szeret, meg mindent megeszik, vagy nem annyira válogatos. De én szerintem pont egy olyan hangulatomban voltam, amikor így semmi nem volt jó. És akkor ráadásul még tök száraz volt a sütia, mert egyébként úgy indultam neki az egésznek, hogy nagyon ennék valami jó sütit, de valami jó durván csokisat, és megláttam, hogy van egy ilyen belga csoki kirakva a kirakatba, és akkor láttam, ilyen nagyon gusztusosan nézett ki, jó vastag csoki réteg volt a sütin. Erre kiderült, hogy a sütin a vastag réteg az puding volt, és a csoki puding az már, szerintem is tudom, mikor lehetett ez a süti, mert hogy elvágtam a sütit, látszódott, hogy a külseje a pudingnak már megvan barnulva, vagy ilyen iszonyatosan sötét volt, és kemény. Szóval nagyon gusztusos volt a száraz pudingos, száraz piskótás süti, ja, és akkor a töltelék ugyanez a puding volt.
most azért ne szórakozzanak már velem, hogy zacskós pudingot raknak a száraz piskótára, és ezt belga csoki tortának hívják, szóval azért vannak vicces dolgok ám. Elég, ja, és akkor ez mindez egy olyan cukrászdában, ami 4,8-ra értékelnek a Google-on. Hogy? Tehát így mi alapján? Nem tudom. És akkor annyira hülyen volt egyébként is kialakítva az egész, mert ahogy nézted a sütit, a kirakat, az pont a pincéreknek az útjában volt. Szóval amikor a pincér be akart vinni valamit a konyhába, akkor mindig mondta, hogy elnézést, eljöhetek? Rendesen már sem tudtam nézni a sütiket, hogy mit akarok pontosan, mert ő folyamatosan jött egy pincér, és akkor elnézést, jövök, jó, én meg megyek. Na, rendelj, adosványunk többet, és akkor aztán ráadásul én ugye nem ettem sütit, és akkor néztünk egy másik sütizőt, amiben már voltunk, és jó volt, ott meg már ez mindez este 8 körül volt, vagy 7 körül, nem tudom. És ott meg már zártak, és totál kevés süti volt. Mondom, ja, akkor ezt is hagyjuk, itt sincs ilyen, ami tetszik, és már ilyen, nem is, nem lesz nekem sütémbe lesz valam. Aztán végül a barátom mondta, hogy akkor menjünk a Starbucksba. És akkor mondta, hogy nem akarok menni a Starbucksba, inkább menjünk haza, vagy nem tudom. És akkor végül elmentünk azt. Oké, szóval közben gyorsan még feldobtam ezt a Fit Me korrektort, közben iszonyatosan besötétedett, nem tudom, mi történik itt. És ennyi történt igazából, ennyire maradtatok le. Most jön még az, hogy ezzel a banán púderrel bepuderezem a szemem alatt. Ez a puder egyébként, vagy ez a nagyon finoman őrölt puder, ez szerintem nagyon jó. Szinte eltünteti a pórusokat, és kisimítja a bőrt. Szóval, ahogy mondtam, a MAC Studio Fix puderét fogom használni az egész arcomon. Szóval most is egyébként csak ott hagytam abba, azt hiszem, hogy megyünk majd ide a szőke cukrászdába, ja, meg ez a pudingos botrány. Szóval igen, és akkor elmentünk végül is a Starbucksba, mert Starbucks köbe a mindenem, imádom egyébként, szerintem nagyon jó kávézó, meg finomak is a kávék. Egyedül a frappuccinókat nem szeretem, szerintem nem azzal kéne kezdeni, hogyha valaki a Starbucksban megy először, mert hát attól nem fogja megszeretni a Starbucksot, szerintem, de aztán van, aki meg azokra esküszik. Szóval szerintem a caramel macchiato vanília szirup helyett mandula sziruppal az a legjobb választás, amit lehet szerintem a Starbucksban kérni, illetve múltkor a Choice mondta, hogy érdemes kérni, közben szerválok valami bronzosítót. Ezt a bronzosítót fogom most használni a MAC-től. Szóval múltkor mondta a Choice, hogy kérjek sima lattét, és abba kérjek a láttéban mandula szirupot. És ennyi. És kérjek a tetejére még karamell szószt, és hogy elvileg ez így jobban jön ki, mint hogyha egy karamell macchiatót kérek mandula sziruppal. Nem tudom, igazából szerintem olyan túl nagy különbség nem lehet. Múltkor, és akkor múltkor, amikor bementünk, mert éppen hisztis kedvemben voltam, és semmilyen cukrászda nem volt jó nekem, de egyébként most őszintén az a belga csokis cukrászda, az tényleg egy nagy katasztrófa volt, szóval így az a biztos, hogy nem megyek vissza többet. A Starbucksban meg most van ez az új diós karamellás brownie. Az valami iszonyat bitang jó, azt mindenkinek tudom ajánlani. A frappuccinók közül egyébként szerintem, ami még így viszonylag nem annyira rossz. Ezt a highlightert fogom felvinni, a hármat összekeverem. Szóval ami nem annyira rossz szerintem, az a mokkás frappuccino, illetve a strawberries and cream. De hát az mondjuk nem kávés, csak ilyen sima eperes. Epres tejszínes hűsítő nyári ital, mondjuk így. Múltkor ittam a brownie mellé, és fantasztikus meg mindig, mindenkinek tudom ajánlani. Ha szeretitek az epres jeges italokat, akkor biztos, hogy ez is ízleni fog nektek. A múltkor voltunk egyébként egy ilyen kávé kóstolón, vagy ilyen kávé kurzuson, ilyen továbbképzés-szerű valami. És közben ugyanezt a highlightert, ezt a világosabb árnyalatot, azt felviszem ide a szemöldököm alá. Szóval voltunk egy ilyen kávé kurzuson, és akkor ott a barista Choice-t, aki elvileg ilyen nemzetközi kávé versenyeken ilyen kóstoló, szenzori bíró, így hívta. Ő mondta, hogy egyébként a Starbucks kávé nagyon jók, és hogy jó minőségű kávékból dolgoznak, mert a saját kávé ültetvényük van, és hogy ők is akkor így a fair trade kereskedelemnek a részesei, és hogy ők már régóta, azt mondta, hogy ők már régóta ilyen nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ilyen etnikai forrásokból szerezzék a kávéjukat, és hogy nagyon-nagyon jó kávékkal dolgoznak. Szóval, tessék, itt van. Még egy barista csaj is azt mondta, hogy nagyon jó
kávébabból készítik el az italt. Egyébként meg az úgyis attól függ, hogy ki készíti el, meg hogyan. De hogy az alapanyag végül is az nagyon jó, és hogy megfelelő körülmények között termelik a kávét. Úgyhogy szerintem ez így tök jó, hogy még egy barista is ezt mondta. És ő aztán totál pártatlan volt, mert nekik saját pörkölő üzemük is van, meg szóval, hogy ő nem Starbucks-os volt, hogy most így tolja, hogy az nagyon jó. Úgyhogy azért, hogyha még barista is azt mondja, hogy tök jó, akkor azért abban már lehet valami. És akkor még ide alulra, ezt nem akarom már túltolni igazán, úgyhogy ebből a highlighterből ezt a sárgásabb árnyalatot fogom felvinni, de az alsó szempillavonalba. Eddig is szerettem a Starbucksot, de ez így megerősített abban, hogy a továbbiakban is akarok majd a Starbucksban venni ilyen szemes kávékat, mert azt mondtam nektek, hogy ott szoktam venni legtöbbször. Most megint felviszem ezt a sárgás árnyalatot a szemhéjamra, csak most ide alulra a szempillák tövébe. A szemsminknek én igazából körülbelül ennyit gondoltam, szóval, hogy ez szerintem így kész is van. Még gyorsan felviszem a Kiko, képzeljétek el, hogy elhasz, vagy a pupa. Elhasználtam ezt a pupa szemöldök zselémet, amit már 5000-szer mondtam nekik, hogy mennyire nagyon jó, úgyhogy most használom először a második darabot. Ezt annyira szeretem, hogy ezt újra beszereztem, tehát anyu szerezte be nekem, mert csodák csodájára ő tudta meg, hogy valami 30%-os kedvezmény volt a pupában, és akkor tudta, hogy én nagyon szeretem ezt a szemöldök zselét, ráadásul amikor mutattam neki, hogy szerintem ez tök jó, mert hogy neki sem kell igazából nagyon szerintem így kifestegetni a szemöldökét, szóval, hogy nem kell így ceruzával kifestenie, ráadásul nincs is nagyon rá ideje, hanem reggel, amikor megy dolgozni, akkor csak az a lényeg, hogy így gyorsan valamit fel tudjon dobni. És képzeljétek el, hogy ő is rákapott. Neki is annyira tetszik, hogy vett, azt hiszem, ő is kettő ilyen zselét. Mondta, hogy nagyon jó, és hogy tetszik neki, és húha. Úgyhogy szerintem, hogyha ti is valamilyen nagyon egyszerű eszközre vágytok, amivel tudtok jó kis szemöldököket varázsolni magatoknak, ilyen természetes hatásút, akkor szerintem érdemes kipróbálni, mert azt hiszem, hogy 2500 forint, vagy valami ilyesmi. Szóval ez viszonylag szerintem jó áron van. És akkor, amit a számra fogok felvinni, ez a Marc Jacobs szájceruza, és arra majd felviszem ezt az Essence sima átlátszó szájfény, de annyira iszonyatosan jó, és olyan jó minőségű, nagyon sokáig fennmarad a számon, nem ragad össze tőle mindenem. Nagynénémtől kaptam még szülinapomra, és mostanában szoktam használni, és valami fantasztikus. Nagyon tetszik, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, ráadásul kb. 500 forintra kerül, azt hiszem. Nagyon jók ezek a szájfények, csak nekem az a bajom velük, hogy ilyen nagy glitter darabok vannak benne, az engem meg zavar. Viszont ez az átlátszó, ez nagyon jó. És még annyit fogok csinálni, hogy ebből az utolsó narancssárgás árnyalatból, amit felvittem a szememre, abból egy picit felviszek a számra is, de csak így éppen hogy. Az ujjammal, le is tapicskolom kicsit így a bőrömmel, és akkor ami így rajta marad, ezt egy kicsit így a számra. Így éppen hogy valamit. És akkor most jött rá ez a szájfény, és már csak szempilla spirál, fixálószpré, és kész is. Egy kis fixálószprét még gyorsan. Ugyanezt a levendulás vizet fogom használni, amit a videó elején megmutattam nektek. És akkor most megint egy kis szempilla spirál, és kész is. Felvittem már rá a szempilla spirált is, és így kész is ez a smink. Nekem tetszik egyébként, mert nem annyira nagyon kirívó, viszont nem is ez a megszokott. Ráadásul szerintem tök jól fog menni ehhez a ruhámhoz, hogy ebben is van ilyen kékes, meg narancssárgás. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, és remélem, hogy tetszik nektek ez a smink, illetve így kipróbáljátok ti is, vagy hogy most, hogy már itt ez a jó idő, meg már nyár van, akkor ti is kicsit talán merészebben sminkelitek majd magatokat. Hogyha tetszett ez a videó, akkor tartsatok velem a következőben is. Legyen további szép napotok. Sziasztok!